G20 ellenes tüntetők és a rendőr sorfal találkozása Olaszországban. A demonstrációt a világgazdaságilag legfejlettebb államainak velencei csúcs találkozójára időzítették, sérültekről nincs hír. A tanácskozásról viszont van. A pénzügyminiszterek és jegybank elnökök megállapodtak, hogy támogatják az úgynevezett globális minimális társasági adó bevezetését. Nem eszik ezt olyan forró, mire ebből lesz valami azért... Lehet, hogy több választás is megnyerünk addig. A globális vállalati adó a jelenlegi elképzelések szerint a multinacionális cégeket sújtaná, és mindenhol 15% lenne. Azaz a megállapodásban résztvevő országok nem adhatnának adókedvezményeket a nemzetközi vállalatoknak, például munkahelyteremtő beruházásokért cserébe. A magyar kormány ezt nem támogatja, tette világossá a miniszterelnök már egy hónappal ezelőtt a világgazdaság konferenciáján is. Abszurdnak tartom, hogy a világ bármely szervezete jogot formáljon magának arra, hogy megmondja, hogy Magyarországon milyen adó lehet, meg milyen nem. Magyarországon 9% a társasági adó. A miniszterelnök szerint munkahelyeket veszítene az ország a globális vállalati adó bevezetésével, csak hogy az új szabályok alapján az itteni cégek akkor sem járnának jobban, ha Magyarország kimarad a megállapodásból. Ebben az esetben ugyanis a 9%-on felüli részt az itt gyártó cég anyaországa szedhetné be. Nem lesz olcsóbb a német cégnek autót gyártani a Szlovákiában sem, vagy Romániában sem. Ugyanannyi adót kell fizetnie. Álljunk az élére annak, hogy mi magyarok szedjük be azt az adót, amit Magyarországon termelnek meg. Ez az, amit szerintem egész egyszerűen Orbán Viktor nem is ért. Kenya, Nigéria, Barbados néhány ország, melyek szintén nem akarnak részt venni a megállapodásban. Az Európai Unió tagállamai közül pedig Írországnak és Észtországnak vannak fenntartásai. A híradónknak nyilatkozó szakember szerint Magyarország végül nem marad majd ki. A társasági adóztatás, az állami szuverenitást nem fogják tudni ránk kényszeríteni azt, hogy már pedig ezt muszáj bevezetni, de hogyha mi nem fogjuk bevezetni, akkor olyan technikai eszközöket fognak bevezetni, vagy akár ami most az asztalon van, hogy a be nem szedett adót más országok megkapják, hogy előbb-utóbb szerintem nem fogunk tudni érdemben kimaradni belőle. A globális adózási rendszer 2023-ban léphet hatályba.